Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt későn fekvő képviselőtársaim. Leszűkítem a témát, mert úgy éreztem, hogy az 5 percben nehéz lenne a őshonos, hagyományos haszonállatokról mindenről beszélni, és a lótenyésztésről ejtenék pár szót. Nagyon furcsa a magyar nyelv, ugye ez a hagyományos magyar fajtákban megkülönböztetjük a haszonállatokat, holott ez a kifejezés, hogy haszonállat azt feltételezné, hogy valamilyen hasznot tudnak még hozni. A klasszikusan a bivaj, magyar szürke, magyar talkamarha, a sertésfajtáink mai napig tej, hústermelő ágazati tevékenysége még képes arra, hogy helyi élelmiszerként, hagyományos élelmiszerként megjelenjen. Ugyanakkor a lótartási ágazat teljes mértékben összeomlás szélén hever. Azért furcsa mindez, mert bármilyen pártot kérdezünk meg a magyar parlamentben, vagy akár még a parlamenten kívül is, általában úgy tűnik, hogy konszenzus van abban a témában, hogy az őshonos vagy hagyományos magyar lófajták védelme egy kiemelt cél lenne. Mindenki egyetért ebben, ugyanakkor kormányokon átívelően egyre romlik az állapota a lótenyésztésnek, és egyre kevésbé jelenik meg a lótenyésztéssel kapcsolatos összes feladat a kormányzati munkában. Most ezen napi felszólal, vagy ezen téma felszólalása kapcsán, hogy emlékezzek meg egy évforduló kapcsán, Fadallah el-Hadad Mihályról, egy regényes életű egyiptomi származású magyar úrról, aki a bábolnai Ménesben volt sokáig felállítva ménes vezetőként, és ő személyesen hozott be Egyiptom térségéből nagyon fontos méneket, amik utána a ságja arab vagy bábolnai arab fajtában lettek meghatározó mének. Alapvetően nagyon nagy baj van ma már a ságja arabbal, nem különben az összes többi magyar fajtánkkal. A gidránnal és a furiózó norsztárral, vagy a mezőhegyesi félvérrel, a 20-as éveki olimpiáin még eredményesen szerepeltek magyar sportolók, és mára jóformán elvesznek ezek a fajtáink. A hucul, a nónius, lipicai egytől egyig olyan fajták, amelyeknek a kancállománya Magyarországon évről évre csökken, és erről a csökkentésről egy rövid anyagot készítettünk, amivel csak fel szeretném hívni a figyelmet erre a problémára. Leginkább azt szeretném elmondani a kormányzatnak, számítva arra, hogy később írásban fog válaszolni, hogy hogy lehet az, hogyha a kormányzati kommunikáció nagy mértékben segíteni ezeknek a fajtáknak a megőrzését, akkor Magyarországon sem a mezőri szolgálat, sem a lovas rendőrség, sem pedig a állami díszegységek nem használják egyáltalán a magyar fajtákat, hanem ehelyett német sportfajtákat használnak, vagy pedig kultúrfajtaként sportlovakat. Sehol nem jelenik meg a közszolgálatban ezeknek a magyar fajtáknak a fenntartása, ami viszonylag kézenfekvő lehetőség lenne. De gyakorlatilag a jogszabályi környezet sem segíti ezt a tevékenységet, és ismert számozású lovak használatát gyakorlatilag nem írja elő semmilyen formában, tehát akár nullásütésű, ismeretlen számozású lovakat is lehetne hasznosítani. A tenyésztői kedv évről évre csökken. A génmegőrzési támogatások egyre riasztóbbak a gazdálkodóknak, és egyáltalán nem a támogatásról van szó, hanem egy nagyon alacsony összegű alamizsnáról, ami nem elég arra, hogy a túlzott, megnövekedett adminisztrációs terheket egyáltalán finanszírozzák. Méltatlanul kevés a támogatás, végtelenül elhúzódó a kifizetés, nagyon logikátlan elvárásokat építenek be a támogatási politikába. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal lótartó nyilvántartása nem megoldott. A kifizetési ügynökség ki nem mondott késleltető politikája gyakorlatilag ellehetetleníti sokszor a gazdálkodókat. A kifizető ügynökségek egyes munkatársainak a fajta kapcsolatos felkészültségbeli hiánya alapvetően konfliktusokat teremt. Mindezért azokat a statisztikai adatokat szeretném még ismertetni, amivel a problémára fel akartam hívni a figyelmet. 2010 és 13 év vége között 4,3%-kal csökkent a tradicionális lófajták kancalétszáma, tehát folyamatosan fogy a anyaállatok mennyisége. A fedeztetett kancák száma 14%-kal csökkent az elmúlt időszakban. A nyilvántartásba vett csikók száma az elmúlt 10 évben közel 10%-kal csökkent. A mének száma 17%-kal csökkent le az elmúlt időszakban. És a tenyésztésben részvevő egyesületi tagok száma is csökkent, közel 1/5-del a eredetihez képest. A támogatott kancák száma támogatási időszak kezdetéhez képest 34%-kal csökkent, ami azt jelenti, hogy az a tenyésztői kedv, ami egyáltalán a támogatást célozna, egyáltalán nem biztosítja azt, hogy a fajták fennmaradjanak.
Örülnék, hogyha a kormányzat a törekvéseiben megjeleníteni ezen céloknak a fontosságát. Köszönöm szépen!